Van úgy a tolnai női kézilabdában, hogy a régiek miután családot alapítottak, a baba után ismét érdekessé kezd válni a labda. Így ott láttuk a hétközi edzésen gyakorló játékosok között Pásztor Fannit, a még régebben hiányzó Sipos Ágnest. Utóbbi cseppet sem mellesleg, a szebb napokat is megélt tolnai női kézilabdázás ikonikus alakja. Akit szerettünk volna ennek apropóján szóra bírni, de ő a rá jellemző szimpatikus szerénységgel és őszinteséggel jelezte felénk, nem óhajt visszatérőként szerepelni, arcán ott volt a patópáli üzenet, ej ráérünk erre még, bármint nyilatkozni. Ettől függetlenül az ő visszatérése a Hévíz elleni meccsen garantáltan plusz nézőket hoz a lelátóra, és talán újabb tolnai gólokat is. Több játékos is visszatért, Pásztor Fanni is most idén segíti a csapatot, ahogy tudja, illetve Sipos Ágnes is visszatért nekünk segíteni a hazai mérkőzésekre. És Sóréka is most folyamatban van, hogy tudja erősíteni a csapatot, és ő is azon van, hogy mindenképpen itt legyen velünk ebben a szezonban. Az Ági, ugye, mikor elment tőlünk, mert kisbabát várt, ugyanúgy fitten tartotta magát, és azóta is rendszeresen járt hozzánk edzésre, és most ebben a fél évben úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk, úgyhogy ő fizikailag abszolút magasan van. A másik két játékos milyen posztélye szállításban? Pásztor Fanni és ki volt a másik? Pásztor Fanni bal szélen, illetve hát ő úgy mondanám egy Jolly Joker játékos, bal szélen, bal lövőbe, irányítóba, inkább a jobb oldal, aminél annyira nem, de még a jobb lövő is szóba jöhet. És esetleg a harmadik az a védekezés, feszítőládban? A Réka mindenképpen védekezésben, mert ő is egy magas játékos, illetve bal szélen számítunk még rá. Támadásban. Nem csak csapatának, hanem az NB2 délnyugati csoportjának is egyik legkiválóbb átlövő poszton játszó gólszerzője Csajkó Eliza, aki holtversenyben vezeti pillanatnyilag az osztály góllövő listáját, vagy csak éppen egy góllal többet riválisainál. Igazából nagyon készült a csapat így az alapozás alatt. Végül is mindenki 100%-osan oda tette magát, hogy jó erőkkel induljunk neki a szezonnak. Erőlétben is azért szerintem voltak hiányosságok. Technikailag is van mit még fejlődnünk. Tehát a nyárhoz vagy a tavaly télhez képest csapat szinten többet dolgoztatok? Úgy látod, hogy mindenki egy picit jobb lett, képzettebb lett? Hát igen, én azt mondom, hogy igen, meg most is tényleg mindenki 100%-osan próbálja oda tenni magát. Hát sajnos a betegségek, meg az egyéb ilyen sérülések is nálunk is jelen vannak, de próbálunk így is pozitívan, és tehát teljes bedobással készülni a szezonra. Sipos Ági visszatérése elméletileg Elizának is még nagyobb területet, időt, lehetőséget ad a további gólszerzésekre. Nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ő visszajött, és bízunk abban, hogy tehát hozza a régi formáját, és egy erős játékossal erősödik a csapatunk. Úgy. Fókuszban persze a védekezés, hogy ne kapjanak annyi könnyű gólt, mint ősszel. Most a felkészülési idő alatt nagyon sokat fektettünk a védekezésbe is, mert nagyon alacsony a falunk, és nekünk nagyon sokat kell lábbal is mozogni, meg zártabbá tenni a falat, de hát nem lettünk magasabbak. Erősebbek talán. Talán erősebbek. Hol lesztek jobbak? Tehát szerkezeti szempontból például Sipos átlövés, tehát nem lesztek túl alacsonyak a fal előtt? Hát igen, mi is ezen aggódunk, hogy egy kicsit alacsonyak leszünk, viszont ennek érdekében olyan feladatokat gyakorlunk edzéseken, amelyekkel ezt ki tudjuk hárítani. Úgyhogy marad továbbra is a dinamikus, robbanékony, letámadó, az ellenfelet túlfutó, tolna? Rohanó? Mindenképpen, igen. Hát nem rohanni, de azért megyünk, tehát kapkodásban nem menjen át a dolog. Csajkó Eliza egyébként kapott már vonzó ajánlatot az NB1B-ből, amit jó felfogott érdekében, ám egy újabb érkezése már nyáron erősen elgondolkoztatná a folytatást illetően. Yeah.